Köszöntöm Önöket a 10 perc bukarest 20. adásában, amelyben a fejlesztési minisztérium tevékenységéről számolunk be. Az elmúlt napok esőzései nyomán keletkezett árvizek komoly károkat okoztak országszerte. A kormány mai ülésén javaslatunkra arról döntött, hogy ezeket a károkat kiavítjuk. Az érintett 11 Erdély megye számára biztosítjuk a szükséges forrásokat ahhoz, hogy megjavítsák a megrongálódott utakat, hidakat, helyreállítsák a mezőgazdasági és erdészeti kitermeléshez szükséges erdei utakat, kitakarítsák az árkokat és visszaépítsék a folyók beszakadt medreit. A vízhálózatok és víztisztító állomások is kárt szenvedtek az árvizek miatt. Az újjáépítésre kormány biztosítunk az önkormányzatoknak. Azoknak a településeknek is segítünk, ahol a polgármester hivatal épületei básodott meg, mint például Kolozs megyében, Tordatúron. Kovászna megyében pedig a Málnási gyógyfürdőt és parkot állítják helyre ebből a támogatásból. A kormány összesen 76,5 millió lejt nyújt a károk enyhítésére. Még egy kérdésben döntött mai ülésén a kormány, amelyre Bihar megyeiként is büszke vagyok. Az RMDS javaslatára a Nagyváradi Adi Ender Liceumot restauráljuk. A 250 éves műemléképületen megépítése óta egyszer sem végeztek teljes külső és belső felújítást. Most a Fejlesztési Minisztérium 65 millió lees finanszírozást biztosít erre a célra. A Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő Orsel Rendi Kolostor Nagyvárad és megye egyik legjelentősebb műemléke. A restaurálás során megerősítik az épület homlokzatát, struktúráját, falait. Az épületet tűzbiztossá teszik, villámhárítóval szerelik fel, és a biztonságos áramellátás céljából a vezetékeket földelik. Az ingatlan továbbá energetikai szempontból is felújítják, restaurálják a nyilázzárókat és a fűtésrendszert is korszerűsítik. Az iskolát ugyanakkor új számítógép rendszerrel látják el. Elértük azt, amiért az RMDL sok éve dolgozik Bukaresben. A helyi közösségek céljait fogja szolgálni a felszíni kitermelésből származó bányai illetékből befolyó jövedelem. Az illeték 80%-a jövőben a helyi és megyei önkormányzatoknál marad. Ennek módszertanát dolgozta ki a Fejlesztési Minisztérium. A törvény eddig is biztosította az önkormányzatok plusz jövedelemhez való jogát, de gyakorlati metodológia hiányában nem tartották be az előírásokat. Ezt a hiányt orvosoltuk. A helyi fejlesztések országos programján keresztül finanszírozott, folyamatban lévő befektetések számláira több ízben utalt ki pénzt az elmúlt hetekben a minisztérium, és ezúton is jelzem az érintett önkormányzatoknak, a támogatás nem áll le, ebben a hónapban még két kifizetés várható. Minden eszközzel támogatjuk a helyi közösségek terveit. Már többször beszéltem a szívemhez közel álló bölcsődépítési programról, amelyel a gyermekvállalást támogatjuk. Most újabb jó hírem van a fiatalok számára. Az erendész javaslatára megoldódik a fiataloknak szánt lakások bérleti díja és vételára. Mint ismeretes, az Országos Lakásügynökség által épített fiataloknak szánt lakások vételára jelentősen megemelkedett 2020-ban az építkezési ipart érintő béremelésekről rendelkező előírás következtében. Ezért az anélő lakások bérleti diát és vételárát a 2019-eshez hasonló értékre módosítottuk. Az új rendelkezés az ingatlan felépítésének eredeti költségeit veszi alapul, és leszámolja abból az eladás pillanatáig fizetett lakbér egy részét. Ugyanakkor a lakásvételárának kiszámításakor figyelembe veszik a település besorolását is, így a kisvárosokban olcsóbb lesz a lakás, mint a fővárosban vagy a nagyvárosokban. A Fejlesztési Minisztérium közel 6 millió lejt utalt ki erdélyi szociális lakások építésére. Az összegből 6 erdélyi önkormányzat részesül, és rászorulóknak építenek szociális lakásokat Piar megyei Nagyszalontán és Betlemben, Besztercen a Szód megyében. Hargita megyében Székely Keresztúr, Kolozs megyében Nemezzsuk, Maros megyében pedig Radnót önkormányzata részesül a támogatásban. Ugyanakkor már a Marosban nagy kúton is lakásokat építhet a finanszírozásból a helyi önkormányzat. <Szorítás> Egy lépéssel közelebb került a hatályba lépéshez a szaktárc által kidolgozott új település tervezési, település és építkezési törvénykönyv, amely új, egyszerűbb szabályozás dolgoz ki a jelenlegi 21 hatályos törvény, kormányrendelet, határozat és miniszteri rendelet helyett. Az új törvénykönyv olyan reformokat tartalmaz, amelyek felgyorsítják és egyszerűsítik az építkezési engedélyek kibocsátásához szükséges folyamatokat. A cél az, hogy az önkormányzatok hónapok és ne évek alatt fogadjanak el egy általános településrendezési tervet, amely alapján a közberuházások és a magánépítkezés jóváhagyásának folyamata is felgyorsulhat. Így egyszerűbb és észszerűbb szabályozások mellett fejlődhetnek a települések. Feloldódik a települések félépítés hiánya is. Az építkezések engedélyeztetése a települések általános fejlesztési tervétől függ. Amelynek betartását a főépítész felügyeli. Az önkormányzatok 94%-ában azonban nincs főépítész. Az ország 12 megyének nincs megyei főépítésze, két megyében, Gorz és Buzóban egyetlen településen sincs főépítész. Nem jobb a helyzet a nagyvárosokban sem. A legsűrűsabb mégis vidéken a helyzet, ahol 2843 községben nem végzi el senki a főépítész munkáját. Egyértelmű, hogy a hiányokat túl szigorú feltételekben keresendő. A Versenyvizsga célja nem a főépítési munka ellehetetlenítése kell legyen, hanem a települések legjobb fejlődését kell szolgálja. Az új rendelkezések értelmében a főváros és a megyeszékek kivételével az építészek mellett mérnökök is jelentkezhetnek a főépítési vizsgára, azzal a feltétellel, hogy a kinevezést követő évben település rendezési tanulmányokat folytatnak. Kormányrendelet értelmében továbbá kevesebb szakmai tapasztalattal rendelkezők is jelentkezhetnek a vizsgára, és több község vagy város társulhat a főépítési hatáskör ellátása érdekében. A végére is egy jó hírt hagytam. Szintén mai ülésén döntött a kormány Csíkszent Márton és Kraszna címereiről is. A legutóbbi számadásunk óta a Brassó megyei apáca a Maros megyei, Háromszék és Alcsíki nyárát szered a komandó, illetve Tusná címereit, és Sepsi Szent zászlaját hivatalosítottuk. Amióta a szövetség kormányon van, 22 erdély magyar település szimbólum használata vált hivatalossá, és további települések szimbólumainak elfogadtatásán dolgozunk. A mostani kormánydöntés is azt jelzi, senki nem kérdőjelezheti meg a szabad szimbólum használatot, Senki nem veheti le a hivatalra kitűzött helyi zászlót, senki nem bírságolhatja a helyi közösséget, a saját címerét használja.